Nyolc bíborosból álló tanácsadói testületet nevezett ki Ferenc pápa a vatikáni kúria reformjára. A várakozásokkal ellentétben Erdő Péter nem került be a grémiumba. Bár az olasz sajtó forradalmi egyházi fordulatról ír, a testülettől gyors döntések nem várhatók. A hivatalos szentszéki közlemény szerint ugyanis a főpapok első találkozójukat csak október elején tartják. Közben a Washington Post azzal vádolta meg a pápát, hogy Buenos Aires-i érsekként támogatott egy olyan papot, akit pedofília miatt 15 éves börtönre ítéltek. Megválasztása után egy hónappal Ferenc pápa nekilátott a rendcsinálásnak. Legalábbis Olaszországban így értékelik a vatikáni bejelentést az új reformbizottság felállításáról. Vannak, akik egyenesen forradalmi változásokról beszélnek, és úgy vélik, hogy az új pápa vissza akar térni a korai egyházat jellemző testületi vezetéshez. Más álláspont szerint Ferenc pápa saját rendjéről, a hasonló struktúrájú jezsuitákról vette a példát. A rövid vatikáni közlemény szerint a pápa 8 bíboros nevezett ki azzal a céllal, hogy tanácsokat adjanak az egyetemes egyház vezetésében, és tanulmányozzák a római kúriára vonatkozó apostoli konstitúció felülvizsgálatát. A közlemény hangsúlyozta, hogy az egyház fő a megválasztása előtt a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozáson felmerült javaslatot követte. A tanácsadó csoport első ülése csak október elején lesz, de addig is folyamatos kapcsolatban lesz a pápa a bíborosokkal. A bíborosi testületben mind az 5 kontinens képviselői helyet kaptak. Ausztráliát George Pell bíboros képviseli, aki korábban többször is bírálta a vatikáni kúriát. Világos elvárás világszerte, hogy jobban kell csinálnunk a dolgokat, és most ehhez itt van egy nagyon tiszta fejű ember, aki felismerte ezt, állítja az ausztrál érsek. Miközben azonban a pápa a katolikus egyház megreformálására készül, újabb kérdések merültek fel saját múltbéli tevékenységével kapcsolatban. A Washington Post a héten jelentette meg az argentin egyház főilletéről saját kutatásaik alapján készített legújabb könyvét. Az amerikai lap Jorge Bergoglionak nem csak a katonai hunta és a piszkos háború idején jezsuita vezetőként betöltött szerepét kérdőjelezi meg, hanem egy újabb, sokkal frissebb ügyet is bemutat. Eszerint Bergoglio Buenos Aires-i érsekként személyesen népszerűsített egy olyan papot, akit később pedofília miatt elítéltek. Julio César Grassi atya a szegény és elhagyott gyermekek védelmezőjeként a katolikus egyház egyik népszerű média arca volt. 2009-ben azonban 15 év börtönre ítélték, miután kiderült, hogy molesztált 2 tinédzser fiút. Az áldozatok családjai szerint Bergoglio érsek, aki a püspökkari konferencia elnökeként Grassi egyházi felettese volt, azóta sem kért bocsánatot tőlük, és a pénzbeli jóvátételtől is elzárkózott.